voltál tegnap is már? Nem, tegnap este. We'd like to start the conference in a couple of moments. Please take your seat in the ballroom. Do feel free to take your tea and your coffee with you. Mr. Viktor Orbán, and I would ask you to welcome me. Good morning, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, distinguished audience, it's a privilege to be here already second time in 4 years. Ennek a konferenciának az egyik tanulsága az, hogy azok az adatok, amelyek egy hónappal ezelőtt még betonbiztosnak tűntek, egy hónappal később már használhatatlanok, tehát az előrejelzésekkel csinyán kell bánnunk. Én azt hiszem, az előrejelzések Magyarországon rendre a reálisnál optimistábbak. Aztán egy-egy hónappal később mindig meglepődünk azon, hogy úristen, mégsem az történt, amit egyébként előre jeleztünk. Tehát én egy konzervatívabb, óvatosabb, nagyobb visszaeséssel számoló gazdasági tervezést tartanék szükségesnek. Ez a mostani válság sorozat, a világ átalakulásának ez a folyamat, ami zajlik, ez Európa gyengeségre felhívta a figyelmet. Az a véleményem, hogy a következő évtizedben Európát radikálisan meg kell erősíteni. Az összes jegybankelnök elmondta, hogy ők marha jól csinálják a munkájukat. Kettő, a bankjai hibátlan állapotban vannak, és a policy-juk az több, mint biztató. Tehát tulajdonképpen teljesen értelmetlen, hogy miért baj. Az igazság, hogy vines ricca nélkül hazamenni azért.